pedig nagyon fontos ember, mert ő volt gyakorlatilag a kommunista korszakban az egyetlen fradista, aki sportvezető lehetett. Milyen ember volt? Kérem szépen, egy különleges ember volt, nem volt véletlen, hogy Abbé volt a beceneve, már az öltözött és a papos nagyszerű kalapba járt, templomba járó Erzsébeti a Ferivel együtt, az öcsivel együtt. És ő edzőnk is volt a Csanádi. Ő akkor már nem is mint játékos, mert tudta, hogy ő nem olyan kvalitású játékos, hogy ő belőle európai legyen, hanem mint vezető a TFN, ugye fejlesztő képezte magát. Én speciál egyben nem értettem vele egyet, és szerintem ez biztos így van, hogy a magyar labdarúgás, abban is ismétlen megint, hogy nem vagyok a fejlődésnek, és az újnak, és a tanulásnak az ellenese, de a magyar labdarúgás akkor kezdődött el lefele menetbe menni, amikor ő kezdte sajnos a téven a tudományos futballt, majd akadtak követői Mezei és társai. Mezei és társai, kérem szépen. Kérem, tudomásuk, hogy a labdarúgás egy csibész, futball, kell a fejlődés, de tudományosan nem lehet futballozni. Még Kocsis Sanyiról sem beszéltünk, sőt Kocsis kapcsán jó lenne, hogyha beszélnénk azokról, akik... Nézzük, valahogy amikor... együtt három fiatal jött a csapatba, Hérdel, a budai Kocsis Cibor. Mondjuk a Kocsis Sanyiból volt, hogy már ifjébe is volt játszott saját nevelést, a budai meg a Cibor jöttek másonnal. Ők ugyanabban az egy nagy csapatban egy külön kasztot képviseltek, tehát lementünk a pályáról, ők már a tusolóból jöttek ki, mert rohantak, perszó, vagy mit tudom mi, de a vacsorán után ott kellett lenniük. Szóval ők is, hát csiszaltlan, primitív értelmű fiatalok voltak, de hát nem lehetett mindenki lumen tanár, vagy minden, de akkor a Ferencvároshoz és a igazi baráti szellemhez, közösséghez, minden további nélkül benne voltak. Most ha már önrokasztok ezt, akkor sajnos egy olyan tévhit el kell hozhatnom, mert mindig mondtam, hogy az a Ferencváros szétszedése se úgy volt, ahogy mi ezt azért jó lenne, hogy akkor elmondanád. Hogy prezentáljuk, hanem úgy kell szépen, hogy a budai valahol ment, és találkozott a Kocsissal. És azt mondja, hogy Kocsis, hogy mi? Hát azt mondja, hogy beírta a katonának, és megyek a Honvédbe fotballozni. Azt mondja, hogy vissza, beírta a katonának. Azt mondja, Kocsis, hogy igen, hát ha te mész, akkor én is megyek. És akkor kezdve elment a Kocsis is önként. Ugye a Cibor az még egy évig ott maradt. Ez biztos. Cibor még egy évig azt ott tudom. Maradt, átment Csepelre. A Bamba, az kérdez szép egy ilyen labilis gyengőző volt. Ezt a dózsában tudták, igen. Az ő szélyek, ha fel tudják használni. Ezt meg azt ígérték mindenek, tehát a Bambát úgy megfogták. De egyedüli, hát, akit megértek, az a Henni Géza. A Gézának a bátya Nyilas volt. És azt mondták, ha átjössz, kiengedjük a börtönből. Hát az veszel az első követ, aki erre azt mondja, kérem szép, hogy nem. Bármikor előtte két nappal átöleltem a sírfázó fradista leszek, meg a meghalokig. De azt mondják, hogy a bátyámat kiengedj börtönből, mert elment érte. Tehát nem mondja, hogy fetisizálni azt a szétbontásunkat, széthordásunkat, mert ez nem egészen úgy volt, hogy mi ezt szeretjük és mondjuk. Kocsis Sanyi Ferencvárosban született, ott nőtt fel. És... Józsefvárosban. Jó, de közel a fradi pályához. Hát nem, hát a jó tanya, a 7.-8. kellett, ott volt kocsmája a szüleinek az Illés utcában. Tehát hogy sírt állítólag, ez nem lenne igaz, hogy el kell hagyni a Ferencvárost? De utólag még, mikor Barcelonában volt, akkor is fradista volt inkább, mint honvédes. Hát akkor már tudod, hogy kijött bennük a született, már kint Barcelonában is. De én így tudom az ő elmenetünket, és aránylag elég kompetens helyről tudom, úgyhogy ez volt. Nézd, szomorú ilyet mondani, annyira primitív emberek voltak, hogy ők nem érezték a tettüknek a súlyát, a cselekedetük súlyát.
És ők úgy összeszokodni, jobbszer és jobbösszekötő, hát ha te ezt, akkor én is azt. Hát azért később a lelátottról kellett, hogy érezzék azt, hogy bár a Kocsisanyit tovább részletette a fradi közönség, de azért a Honvédot azt nagyon nem szerette. Hát... Milyen hangulata volt egy fradi Honvédnak például akkor?